halihó sárga pólósok, halihó ellenállók. Ugye ígértük, hogy ma még lesz egy akció. Ha esetleg nem ismernétek fel, akkor találgathatok, hogy ki vagyok éppen. Dunaharaszti OTP banknál sárga pólósok. Ez nagyon jó. Mi a jó? Évfordulós. Évfordulós bulit tartunk. Hurrá! Ugyanis a héten volt 3 éve, hogy 2015-ben ez a bank éveken keresztül tisztességtelen volt az ügyfeleivel, plakátolást elkezdtük, és az is egy ilyen jó buli volt Érden, kifosztók állarcait vettük fel, bankárok, politikusok állarcai, most ebből ezek vannak, amik éppen rajtunk vannak, és ott így plakátoltunk. Természetesen nem volt ennek lényege, hiszen mindenki tudja, hogy ki van az állharc mögött. És én eljöttem az én bankomba. Abból a szempontból is lényegtelen, hogy előtte is ugye állharc nélkül is plakátoltunk, de ez mindenképpen jól jött ki. Úgyhogy ezt ünnepeljük most, és most a haraszti bankokat jól teleplakátoljuk. Ez a bank éveken keresztül tisztességtelen volt az ügyfeleivel. Dehogy nem. Most semmit, most csak ezt tesszük, mert ez évfordulós. Ja, évfordulós. Igen. Majd hétvégén megkapják a többi. De kérek szépen. Igen, nem baj, ha kicsit. Ne. Én szeretem az aszimetriát. Így van. Hát Sanyi, ezért nem áll olyan jól a pofád? Sanyi, ezért. Sanyinak nagyon szerdén áll a pofája. Szia Tamás! Köszönjük! Tamás azt írja, hogy kurva jók vagyunk. Mi vagyok én még? A FIFA-nak valami elnöke is? Az is. Az is vagy. Igen. Te vezeted az IFA-t. Hát meg te. Meg én. Aki nem tudná, hogy ez a bank éveken keresztül tisztességtelen volt, akkor most már szerintem fogja tudni. Van itt még az ajtó, ami... Hol van a hely? Oké. Kicsit belelóg a csandba a hajam. De meg a szemed se áll jól. Szemem se áll jól. Igen, ez így. De ez a bank, ez jól néz ki, tehát kifejezetten. Bár István azt írja, hogy tiszta Balázs Pali. Hello. Persze, nyugodtan. Érdemes a feliratot megfogadni. Persze. Azt szeretik, amikor alul bedugjuk a zajt. Mert akkor megszólal a riasztójuk. Van a... Igen, van, aki azt szereti, ha alul dugják be neki. Mert akkor megszólal a riasztó. Teszünk még ide, Sanyi. Sanyi, neki Sanyi. Tehát azt kell tudni, hogy mi ugye az elmúlt 3 évben nagyon sok, tehát nem tudjuk megmondani hány bankra tettük fel ezt a tisztességtelen feliratot. Illetve tette föl Sanyi. Sanyi. És még ugye... Nem olyan könnyű így. Nehogy... Ugye jó néhány bankban bent is elmondtuk, hogy tisztességtelen volt, és tartottunk ilyen feliratokat. A mérleg úgy néz ki, hogy nagyságrendileg 10 garázdaság szabálysértési eljárás, amit mind megnyertünk, és 23 talán birtokvédelmi eljárás van folyamatban, jelen pillanatban. Tamásnak üzenném, mert azt mondta, hogy jók vagyunk. Igen, mióta a hajam kinőtt, kurva jó is lettem. És jól áll. A hajad. Én átnézek még az RT-hez is. De Sanyi, nem lesz ez sok? Az OTP is, meg az Erste is? Tehát mindent be kell kebelezni? Mindent be kebelezünk. Van még jut az Erste-re? Ja, ez az összes? Nem, szerintem valahol még van. Keresünk. Mert akkor nem. Nem, leveszünk sárt. Ide még rakjon valaki egyet. Nehogy véletlen, biztonsági ragasztás is meglegyen. Viszünk még az Erste-hez is. És hát természetesen Halasztina a kamatemelő és Hitványbank is fog kapni. Mindenkinek ezt javasoljuk, nézzük meg, hogy ilyen jól néz ki. Jól. Így innen a...
De egyébként meg tök jó, hogy most már Sanyi is azt mondja, hogy ne fizess, pörölj, tiltakoz, ugye, mint hogy a pólóján is látszik. És továbbra is hiszem, hogy a százak és ezrek csinálnák ezt, akkor bizony itt a bankárok sikítva menekülnének az országból. Ez meg a kamatemelős hitványbanki. Bár mondjuk én azért örülök, hogy Sanyiból csak egy van. Igen. Igazi egy. Igazi. Igen, nagy szarba lennénk, ha lenne Sanyából több. Melyik Sanyáról beszéltek, amelyik állja a gödör szélén 25 menedzserrel körülötte és ás? Ilyen menedzser, olyan menedzser közé tart Sanyi. Na ez a Sanyi is előbb-utóbb oda jut. Van még szerintem a Marikáéknál. Nálam, a Levinél, nem? Akkor ezek szerint elnyúlt. Nem baj. A Sanyi többet kap. Hát Sanyi többet érdemel. Többet érdemel. Sanyi van még ott az ödödben hátul. Szóval mindenkinek azt üzenjük, ha azt akarjátok, hogy ezek a bankárok politikusokkal együtt eltakarodjanak a büdös picsába, akkor rendszeresen minden alkalommal, amerre jártok, le kell plakátolni a bankot, el kell menni a politikusok bankvezérek házára, tüntetni kell a bíróságokon, bíróság előtt, be kell menni a Fidesz irodákba, és akkor reménykedhettek benne, hogy valami történik, de amíg csak arra vártok, hogy valaki majd szervezkedjen, és egyszer majd történjen valami, addig felelőtlen álmodozásba vagytok benne, és ez egy teljes fasság. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá! 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 Hajrá.